Hello, sziasztok! Újra jelentkezem, itt vagyok a kis buszba, ugye elég sokan követtétek a kis T3-asnak a felújítását. Több mint 20 epizódot forgattunk le arról, hogy újítottuk fel ezt az autót még márciusban. Azóta ugye eltelt egy egész nyár, nagyon-nagyon sok kiállításon meg találkozón voltam vele, és rögtön ki is derült, hogy mik azok a dolgok még, amik hiányoznak, még amit szeretnék kihasználni az autóba, úgyhogy mindenképpen kell bele egy lehajthatós székhátra, meg hát egy ilyen kis lakókocsiszerűséget mindenképpen szeretnék kialakítani. Nagyon sokat gondolkodtam a dolgon, és úgy döntöttem, hogy ezt az autót ezt mindenképpen meghagyom az eredeti formájában, mert azért szerettem bele, mert nagyon gyári állapotban van. Hátra fog kelni, de középre egy ugyanezt a modellű széket beszerezzek, mert a leghátsó az megvan, de ez a középső nincs meg az eredeti. És akkor még egy pár szépítés, simítgatás, és ezt meghagyom így gyári állapotban, levetem, elvizsgáztatom, és akkor ez így marad. Viszont a nyár folyamán még egy nagyon érdekes dologra jöttünk rá. Egyik barátom megnézte a motort, és kiderült, hogy ez egy 80 lóerős motor benne, és rögtön kiderült, hogy ez egy turbós motor. És az öreg becsekítőn én vettem, hogy valószínűleg levette róla a turbót, mert több mi valószínű, hogy elromlott, és megoldották a motor turbó nélkül. Egyértelműen azt is jelentette, hogy a kipufogót és a magas nyomású pompát is cserélték. Úgyhogy most ezt is vissza szeretnénk állítani az eredeti formájába. Találtam is egy barátomnál egy T3-as buszt, amelyikben ugyanez a motor van, viszont ez a motor el van repedve, és ideadja nekem róla a turbót, meg a pompát, meg ilyesmit. Úgyhogy most elkezdjük azt a Zoli meg Lori barátommal megcsinálni, arról a buszról levesszük, áttesszük erre, és erről természetesen a dolgokat áttesszük arra, hogy az se legyen hiányos motor. És itt jön igazából a dolognak a legérdekesebb része, hogy az is egy Caravel, ami egyébként maga az autó, az legalábbis képekről nagyon szép, és arra gondoltam, hogy akkor azt az autót ma megnézzük, és hogyha minden oké, akkor azt fogom megcsinálni jövőre ilyen kis lakóautónak. Az egy kockalámpás Caravel, és mindenképpen meg fogom ma nektek ezt is mutatni, és meghívlak arra is, hogy nézzétek meg, hogy tesszük eredeti állapotba ennek a motorját is. Úgyhogy tartsatok velem, és köszönöm szépen, hogy ilyen sokan nézitek ezt a sorozatot. Rakétot.
rakéta palicska lesz. Brutál. Nagyon-nagyon várjuk. Egy jó kis hétvége vár ránk megint. Egy jó fáradt hétvége. Kíváncsi vagyok, hogy holnap este ilyenkor milyen arcunk lesz, de elvileg... Fáradt. De hogy mitől nem tudjuk, csak lehet... Alkohol, vagy... Ha beleszünk rúgva, akkor azt jelenti, hogy sikeres volt a... A csere. Akkor bulizunk. És akkor bulizunk. Bulizés és bulizunk. Ez igaz. Vagy örömünkbe, vagy bánatunkba, de a buli az is be fog következni. Az akár mi lesz, meg lesz. És ahogy szokott lenni általában, amire oda jöttünk, hogy vasárnap lesz a Mercedes-es találkozó, addig már a bambák leszünk, hogy túlélés fogunk imádkozni. Megkérjük Pongrászot, hogy vezessen. Igen. Az egész elvallás. Ja, ja, lehet, hogy belemegyünk az egész szersi hátul. Fogunk pihenni a buszba. Teszünk be egy Mercedes jelvény. Egy Mercedes buszos. Igen. Mindenki teszünk a buszos. Így van, kiállítunk egy Mercedes jelvényt. Ja, ja, ja. Úgyhogy nem sokára jelentkezünk Jonuctól. Keressük Jonucot. Beérkeztünk a helyszínre. De nem találjuk Jonucot. Oda nézzetek, hogy várnak minket itt. Ki van világítva, reflektorok. Minden, amit akarsz. Salutare! Salut! Salut! Dani, Lori, Balli. Kerül a cuccok ebből. Ebbe. Egy rövid kis kajaszünet után nem sokára folytatjuk az autószerelést. Hát csak valaki nem csinálta meg a buszt. Igen. Ha mondjuk áttenni most úgyse tudunk, mert nincs itt semmi alkatrész. Igen. Ez az a busz, amúgy ez a piros busz. Ami lehet, hogy ez is a miénk lesz. Lássuk. Itt van Nelvin boldog barátom. Feküdjünk le.
Mivel Zoli barátunknak köszönhetően kiderült, hogy ez egy JR motor benne, így aránylag egyszerű volt turbót tenni neki, ugyanis az olajteknőn megvolt már a hely. Pompát azt ugye a turbos motorról áttettük, kipufogó felfogás, meg kipufogót áttettük a másikról, és így gyakorlatilag nem kellett semmit átalakítani. Úgyhogy átpakoltunk mindent a másikról, és aztán majd kiderül, hogy mi lesz ugye a továbbiakban. A pirosra viszont nem tettünk már át semmit, mert közben kiderült, hogy az is az enyém lesz az a busz, és akkor abban teljes motorcsere lesz. Úgyhogy a pirosan úgy maradt szétszedve a motor, aztán az egy külön projekt lesz, és egy külön sorozat, amikor abba bekerül az új motor, és akkor az természetesen, ahogy a műsor elején is mondtam, teljesen átalakítjuk egy ilyen lakókocsivá. Amit végül is kap bele, az lesz egy hűtő, egy napellem, állófűtés, szigetelés, stb. De ezeket majd természetesen mind dokumentáljuk és nektek is megmutatjuk. Úgyhogy hosszú lesz meg ez a T3-as sorozat. És hát akkor nézzük meg, hogy sikerül átpakolni a turbót, és mi lesz az eredmény, hogy fog menni a kis busz. 3:30 van, és most indultunk el haza. Valamikor reggel... Jaj, azt is akarod feltenni? Micsodát? Azt nem azt álltam, az meg soha. Még működik? Ja? Soha az életem. Komolyan. Becsületem. Ugyanúgy, mint a tiéd. Csak az énnek van, ahol lenyom? Kézi fekvénys. Jó. Ha? Csak az énnek van külön? Szervo kormány, bakker. Ez már nagyon fura így a busznál. Indulásból már megbaszott. Az van, hogy én legalább, ha nem ezt vezettem, holnap le tudtam volna élvezni, végre megy a buszom. Egyet. De így bazd meg, holnap lesz turbója, és úgyis az lesz az érzés, ami nem megy. Nem? Gyere ide. Itt van az én. Oda nézzetek, hogy forgatod a kormányt egy T3-asba. Mi kapcsoljunk lámpát. Gáz neki. Fordulatszámmérő, turbonyomásmérő, fucking shit. Nagyon menőségességes. Aztán innen jöttünk, nem? Konkrétan busz találkozó van itt nálam. T3-as rajzás. What's up, Jack? Majd jössz, hogy dobjuk össze a buszt? Segítesz te is, Jack? Természetes. Buszban nincs 250 km/h sebesség. Jó van. Megvannak a alkatrészeknek egy része. Vannak a fénycsiságok. Igen. Jó, bűzös kutyaszag. Mekkora bosszok voltunk itt, mintha még lett volna bot. Miért mentél hátra? Miért hagytál el a helyedet? Hogy szereti? Mucsokon. Te nagyon édiart vagy, nagyon. Így szereted te, hogy a csimiznak? Most fogom, hogy jövünk szép az arcaikat. Mi a baj? Hol a cici? Mama, hol van? Elvin?
Na végre elindultunk Jonuc barátunk fele. Beszereztük a összes alkatrész végül is most már, igaz? Most már mindenünk van. Megvan minden. Ja. Akkor a királyok vagyunk. Mit csináltok ti ott? Lögdösedtek? De nagyon. Jack, te ott mit csinálsz? Megjöttünk, itt az én kicsi buszom. Előbb kérdezz rá, hogy az ő kutyának a többi, tudod? Igen. Az is itt van. Nézzétek meg, milyen jó kis kutyaház épül ott. Menj át. Kicsi Jack. Hola. Nagy a meló itt. De nincs milyen csak a tetején. Az a baj, hogy nincs egy hosszú kifolyt. Ha nem tudom, hogy csak kiveszem ezt, hogy beteszek. Megmérted a pompát? Beteszek egy rongyot alá. Ha? Mit van? De mondta, hogy én is kellek. Mit? Most mondom. Nincs! Nincs! Szia, mami. Igen, igen, itt vagyunk már. Hát végül úgy lett, hogy a ne félj, miénk lett ez a busz is. Ne félj, nyugodtan menjél ki, még itt vagyok. Én mind a két autó szépen fedem már, ami alkalmazott. Szakszerű pompa ellenőrzés. Nem? Igen. Zoli? Igen. Miért? Ti muskáját hozhatod? Csirte muskáját. Egy zatóba. Nem, várj. Én ezt húzzam le, ezt a kecit így. Jó, hogy öreget szállít. Igazából, ami most történt, kapott új levegőszűrőt, új olajszűrőt, új pompát, turbót, kipufogót. Meg ilyen dolgokat. Ez honnan van? Jó, hogy basszám telibe. Honnan van? Jó, nincs csak a pompa helyén te. Mi? Nincs csak a pompa helyén. Azért tűnt a másik is rövidnek. Hello! Megint itt ért az este, gyerekek. Meg is nincs meg se este van. Manu, nem trabasz. Épül a kicsike, épül. Hoppá, baszki. A bosszítunk. Nézd le, krampizunk, rosszulunk. Teszem a vaksnak a papírról. Oké, Dai, posso dai, se. Se sa la mostaska, noi da. Dai fora. Se sa la mostaska.
Tu jedeš jak těžpě. A ty jaké mě máš, ne? To je na patru. A je fakut. A je fakut. Je fakut. No daj. Je fakut. Daj. Ne, čuknu mi od. Daj. Idemo Firkovića, ajde bi. Če, Fir? Idemo Fir, ajde bi. Da će vreku ja. Namo blatu. Pune kontaktu, ma. I vine. I vine? No. Da, daj. Da ne vidi motorine. Taš. Prej, direkt. Gde se kurga motorina? A? Gde se kurga motorina, kole? Gde se gleda, je sada, ako mam tuma, jed? Da. Gon! Gde se kurga zim tore? Pašta, vas, sam ovaj mihan ubi, jer to je sad prošli. Troška pula. Gdeš tu? Što je sreni? Ajde se, maj daj odata. Gon! Izgalmas pillanatok. Pe partea asta, pe acolo, așa. Bun. No, dă-i, am o imic. Adiam. Da. Nu mai dă pe ciocul.
És igen, kész lett a busz, és hát nem lehet egy napon emlegetni. Természetesen az autó nem úgy működött, mint egy sima 1.6-os dízzel, mert azok azért elég jól mennek, hanem úgy működött, mint egy 1.6-os turbo dízzel motor, amelyeken nincs turbo, és ez ilyenkor brutál gyengén tud menni, főleg a hegyen. A szervizelés során kiderült az is, hogy az előgyújtás sem volt teljesen jól állítva, és a vezérlés sem volt teljesen a helyén. Úgyhogy ezek mind olyan tényezők voltak, ami miatt a busz gyengébben ment sokkal, mint ahogy kellett volna menjen. Most minden be van állítva, kapott mindenből újat, fel lett teljesen minden más alkatrész is újítva, kicserélve. Úgyhogy most egy új szívdobog a kicsi T3-as buszocskámban. Kipufogót azt nem sikerült teljesen még, tehát hogy a kipufogó dob az a helyén van, viszont az összekötő azt pont nem talált, úgyhogy levágtuk a flexit, és azt majd egy következő epizódban fogom megmutatni nektek, hogy úgy heggesszük a helyére, és akkor milyen lesz már kipufogó dobbal is. Most jelenleg anélkül működött, de nem lehet egy napon emlegetni, tehát az autó most rendesen megy, úgy, ahogy kell. Ez a JR motor, ez még ráadásul jó erős is, úgyhogy lépik rendesen a kis öreg. És nem utolsó sorban szívből szeretném megköszönni a segítséget Zoli barátomnak, Lóri barátomnak és Jonusz barátomnak, hogy 2,5 napig bütyköltük a buszt. Mindent profi módon kicseréltek, mindent profi módon beállítottak, és tényleg egy abszolút igényes munka volt. És tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor jövő csütörtökön jelentkezem a következő epizóddal, ahol már a kipufogót is bekötjük rendesen a helyére, és akkor lesz az igazi. Találkozunk egy hét múlva, köszönöm, hogy velem voltatok, megint sziasztok!